ünneplő tömeggyűr utcáin, Vastapsa Dunakaputéri koncerteken. Idén-nyáron a kormány döntésének köszönhetően nem kell lemondanunk az ehhez hasonló programokról. Dr. Dézsi Csaba András pörgős nyarat ígért a városban. Elkezdődtek a legelső koncert, Lákász Gergőnek volt az ország nyitó koncertje tulajdonképpen a Bencés templomban, és onnantól kezdve beindulnak a dolgok. Nyilván most átugrok a nyárzáróra, ami a Tankcsapdának lesz egy meglepetés koncertje Győrben. Nem az lesz a meglepetés, hogy itt lesznek Győrben, hanem az amilyen koncert és amilyen helyszínen lesz a koncert. Reméljük, hogy a Slade együttes Angliából el tud jönni hozzánk, és egy fergeteges buli lesz a Dunakaputéren. És emellett számos, rengeteg, tehát minden, ahogy szokott lenni egyébként, minden egyes intézményünknek, így a Rómerháznak, a Vaskakas Bábszínháznak, a Balettnek lesznek különböző olyan előadásai, amik filharmonikusoknak, amik érdekesek lesznek. A táncfesztivál után a soron következő program a Szent László napok, de a tavalyihoz hasonlóan megrendezik a nagyon népszerű barokk fesztivált is, ahol egyszerre 13 helyszínen lesznek különböző koncertek a város több pontján. A jó hír pedig, hogy idén nem csak a győriek vehetnek majd részt ezen az eseményen. A polgármester szerint a városlakók nagyon várják, hogy újra pezsgéssel és zenével teljen meg Győr, és vágynak a szabadba. Ezt az is mutatja, hogy a tegnapi virágosztáson rekordszámú résztvevő volt jelen. A győriek abszolút azt mutatják, hogy partnerek abból, hogy szépítsük, építsük a várost, és ennek az egyik példája az, hogy meghirdettük azt, hogy 20 virágparátát adunk annak, aki hajlandó ezt elültetni olyan területen, ahol azért mégiscsak Győrt szépíti vele, és látványosabbá teszi a várost. Kicsit lélekmelengető dolog ez. Rengetegen jelentkeztek rá, úgyhogy tegnap nagyon-nagyon sok több ezer parátát kiosztottunk. A nyitás némi kellemetlenséggel is járhat, például, hogy újra fizetni kell a parkolásért, bár a győriek nagy része ezt pozitívunként fogja fel, hiszen végre újra lehet helyeket találni, például a belvárosban. Ennek a problémának az orvoslására azonban egy új övezeti rendszer dolgozott ki a városvezetés, továbbá némileg nőtt a parkolóbérletek ára is. Úgy gondolom, hogy azért az nem helyes dolog, vagy nem szerencsés dolog, hogyha emberek itt azért 3-400 forintokat fizetnek óránként, akkor van, aki 1000 forintért havonta kap bérletet a belvárosba. Úgyhogy ezt egy picit rendeztük, ennek a tarifa költségét. Kicsit szerintem ez így reálisabb. És a belvárosban bevezettük a Bécs belvárosához igazodva a rövid parkolási zónát, ami nem annyira rövid, másfél órára szabtuk a közvetlen belvárosnak a parkolását, miután Facebookon többen jelezték ezt, hogy sokan, hogy ez rövid, ezt felemeltük a bécsi 2 órára, ami ha Bécsben elég, akkor szerintem ez Győr belvárosában is elegendő kell legyen. Illetőleg a nem közvetlen belváros, hanem a belváros, de már nem a magnál, ott pedig 3 órát lehet parkolni. Összességében tehát egy reményekkel teli napsütéses időszak következik a város életében, abban bízva, hogy a járványadatok folyamatos javulása megmarad.